A most induló projekt, amelynek neve Civilek a költségvetésről, ennek az a célja, hogy a lehető legtöbb állampolgárhoz, a lehető legtöbb döntéshozóhoz eljusson a benne résztvevő civil szervezetek véleménye, kifejezetten a 2016. évi költségvetési törvényjavaslatról. A Civilek a költségvetésről projektben most résztvevő szervezetek, kormányzati átláthatóság, energetika, környezetvédelem, oktatás és lakhatás ügyében, illetve a szegénységben élő emberek, romák, nők és gyerekek érdekében szólalnak föl. Én Lackó Zsuzsa vagyok, a Magyar Üzletasszonyok Egyesületének a tagja, elnökségi tagja. A szervezetünk a vállalkozás tervező és már vállalkozó nők érdekeit képvisel. Olá Nikoletta vagyok, és a Roma Oktatási Alaptól jöttem. Tehát a Roma Oktatási Alap, ez egy 16 országban dolgozó nemzetközi civil szervezet, amely a roma oktatási integrációt támogatja egészen az óvodától a diploma megszerzéséig. Most ennek ezen a projekten belül, tehát a projekt során többek között azt szeretnénk vizsgálni, hogy az Európa 2020 stratégiának a célkitűzései, ezek mennyire jelennek meg, mennyire valósulnak meg, illetve hogy az erre megfelelő források rendelkezésre állnak-e a költségvetésben. Mindemellett azt is szeretnénk megnézni, hogy a 3 éves kortól kötelező óvodáztatásnak a fedezete, ez mennyire jelenik meg a költségvetésben, és a 18 és 24 éves korosztályban a lemorzsolódás mérséklésére irányuló források azok rendelkezésre állnak-e. A női érdek, ez a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség rövid neve, a költségvetés nemek szerinti vizsgálatának, illetve a nemek egyenlősége szempontjait figyelembe vévő költségvetés készítés, az úgynevezett gender budgeting fontosságának tudatosítását szeretné előmozdítani. Engem Daróczi Gábornak hívnak, és két szervezetet képviselek. A Roma Verzitas Alapítványt, ami 18 éve foglalkozik roma egyetemisták támogatásával, valamint a CFCF Alapítványt, aki 11 éve foglalkozik azzal, hogy az iskolai szegregáció ellen küzdjön. És az oktatás területén mi arra fogunk figyelni, és arra is figyeltünk mindig, hogy az oktatáson belüli különbségtétel, a diszkrimináció és a nem egyenlő bánásmód ellen hogyan lehet tenni. És a kutatásunk során pedig arra leszünk kíváncsiak, hogy a magyar állam a rendelkezésre álló összes forrásból egyenlő módon finanszírozza-e a különböző típusú iskola fenntartók által működtetett intézményeit, és ezáltal az odajáró gyerekeket. Célunk, hogy úgy befolyásoljuk a költségvetést, illetve hogy árgus szemmel figyeljük a kormányzat minden lépését, hogy tudjuk-e, hogy minden gyerek egyenlő arányban, azonos feltételekkel, részrehajlás nélkül részesülhessen a közjavakban, független attól, hogy állami, mostanában klikkesnek hívott, vagy alapítványi egyesületi, vagy esetleg egyházi iskolába jár-e. Krisztina vagyok, a Magyar Szegénységellenes Hálózat képviseletében. A szervezetünknek alapvetően két stratégiai területe van. Az egyik a közmunkában érintett legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok érdekképviselete, a másik pedig a jövedelmi szegénység. Az egyik kérdésünk az lenne, hogy a számunkra teljesen kontraproduktívnak tűnő közmunka, amely ugye az érintettek 10%-át, mindössze 10%-át tudja visszavezetni az elsődleges munkaerőpiacra, ezzel szemben a kormány a következő évi költségvetésben milyen egyéb aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket tervez, és erre mennyi pénz szán? Én Liderer Sándor vagyok, a K-Monitor Egyesülettől, amely korrupcióellenes civil szervezet, és egyebek mellett számunkra az egyik legfontosabb téma a költségvetéssel kapcsolatban általában az átláthatóságán kívül az, hogy a kormány hamarosan elfogad egy antikorrupciós programot, és azt szeretnénk megnézni, hogy ezek mellé, az intézkedések mellé valóban csoportosítottak-e pénzt, és nem maradnak egy szimplán üres lózungok. Darvas Ágnes vagyok, és a Gyerekesély Egyesületet képviselem. Az Egyesület, ahogy az nevéből is kitűnik, a gyerekek esélyeinek növelésével, a gyerekszegénység csökkentésével foglalkozik. Ebben a költségvetési projektben mi két kérdésre koncentrálnánk. Az egyik az a családtámogatásokkal, családi pótlék és családi adókedvezménnyel kapcsolatos. Itt ugye az a helyzet, hogy 2008 óta a családi pótlék összege az változatlan, mindeközben a családi adókedvezménynek a
a kiterjedtsége az folyamatosan nő, de tudjuk, hogy az utóbbit az alacsonyabb jövedelmű, illetve jövedelem nélküli családok nem tudják igénybe venni, tehát a legrászorultabb rétegekhez ez nem jut el. A költségvetési elemzésünk célja e kétféle elosztás társadalmi hatásának vizsgálata. Erdély Katalin vagyok az Átlátszótól, ami az állam átlátható működésért küzdő oknyomozó újságíró központ, illetve civil watchdog szervezet. A projekt során meg fogjuk vizsgálni a költségvetés korrupciós kockázatait és adatnyilvánosságát, vagyis értékelni fogjuk az állami számvevőszék, a GVH, a KSH, a NAIH, a közbeszerzések tanácsa és az ügyészség számára biztosított forrásokat, illetve az EU-s projektekről és a PAKS 2 beruházásról elérhető információkat. Szekér András vagyok a Habitat for Humanity Magyarországtól. A Habitat azért dolgozik, hogy mindenkinek méltó, megfizethető és biztos otthona legyen, annak a 1,5 millió embernek is, akik ma Magyarországon lakhatási szegénységben élnek. Úgy gondoljuk, hogy az új költségvetés egy újabb lehetőség a magyarországi lakáspolitika régi problémáinak az orvoslására. Ebből most hármat emelnék ki. Az első a lakástulajdon indokolatlan támogatása a bérlakás lehetőségek kárára. A második a szociális célzás és a rászorulóknak elérhető lehetőségek hiánya. A harmadik az egyes programok összehangolatlansága, a követhetetlenség a költségvetésben is. Arra leszünk kíváncsiak, hogy ezeket a gondokat hogyan orvosolja az új költségvetés. A projekt során a TASZ azt fogja vizsgálni, hogy egyes törvényi rendelkezések, illetve költségvetési kiadási és bevételi tételek hogyan befolyásolják közvetlenül az egyes alapjogok érvényesülését, például az infokommunikációs szektort sújtó adóterhek, azok hogyan befolyásolják a szabad szólás helyzetét Magyarországon. De azért is dolgozni fogunk, hogy kiderüljön, hogy az egyes alapjog érvényesítési intézkedésekhez csoportosított állami források hogyan segítik elő az alapjogok érvényesülését. A PDS magát nem csak érdekvédelmi szervezetnek tekinti, mert megalakulásakor fontosnak tartotta, hogy a pedagógus szakmával is folyamatosan foglalkozzon. És ebben a kettő szerepünkben mi már 2011-ben a köznevelési törvény elfogadása előtt is támadtuk a leendő törvényt, majd 2012-ben kezdeményeztük a visszavonását, mert meg akartuk akadályozni az iskolák államosítását. Ez az intézmény, ez több ezer iskolát tart fenn, és 120 ezer pedagógusnak a munkáltatója, és mindezt úgy teszi, hogy sem az intézményeknek, sem a 198 tankerületnek nincs saját költségvetése. Jó, Mária vagyok, az oktatói hálózatot képviselem. Mi a felsőoktatás és a tudomány területén működünk már 3-4 éve, és elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, amit a saját bőrünkön érzünk, hogy a felsőoktatás, hát mondjuk az utolsó 3-4 évben egyre kevesebb pénzt kap. Ezt szeretnénk visszamenőleg adatsorokkal, költségvetési adatokkal igazolva látni. A levegő munkacsoport 1991 óta készít javaslatokat a költségvetés módosítására. Esetenként 1500 milliárd forintos összeget javasoltunk átcsoportosításra. Mi idén is PAKS-ra fogunk fókuszálni. Meg fogjuk nézni, hogy a tervezett atomerőmű beruházás mekkora terhet jelent a jövő évi költségvetésnek. Többek között mennyi fog jutni a PAKS 2 ZRT tőkésítésére, mennyit terveznek a Rosszatom beruházási költségeiért fizetni, illetve a kapcsolódó államapparátus fenntartása mennyibe kerül. És ezen kívül meg fogjuk nézni, hogy a 3 éves kitekintésben az orosz hitelfelvétellel, vagy felvétel miatt szükséges költségvetési kiigazítás, az vajon megjelenik-e, és hogyha igen, akkor milyen formában és milyen mértékben. Reményeink szerint ugyanilyen projekt, de
egyre több témában és egyre több szervezettel a következő években is meg fog valósulni, ugyancsak a költségvetési törvényjavaslat benyújtásának a kapcsán.